Csapatmunka, ez az ösztűz, és ezért csináltuk ezt az egész 3 hónapot. Tehát ez az a pont, amikor azt mondom, hogy igen, ezért kellett megcsinálni. Látom, hogy a hallgatók is nagyon-nagyon magabiztosak utána. Látszik rajtuk, hogy egy tényleg sikeres projektet valósítottunk meg, és így összeérik az egész. Tehát összeérik az, hogy miért érte meg 3 hónapon keresztül tervezni valamit, miért érte meg visszadobni bizonyos szinteken a terveket, miért érte meg ezt újra elkezdeni, miért kellett csomópontokat tervezni egy húzamban, egy héten keresztül. Szóval amikor ők is így kb. Ilyen visszacsatolások történnek, de ezek teljesen rejtett dolgok megtörténnek, de nem ilyen direktbe, hogy most megértette, hanem valahogy úgy egybe áll az egész. Nagyjából 2,5 éves tandíjunk ég most itt el. De megérte abszolút. Az ösztűz, hát 5 vagy inkább 8 éves doktori kutatásnak az egyik kifutása, és az volt a fontos motivációja, hogy különböző médiumokat próbáltam úgy tematizálni, hogy a néző azt úgy élje meg, mintha a teljes mértékben a sajátja lenne. A tüzet látja egy plasztikában, és ezek olyan kapcsok, amitől a kortárs publikát, a kortárs művészet valahogy így remélem közelebb kerül, vagy valamilyen módon beépül az ő életébe. Tehát ez egy abszolút projekt szinten működő dolog, ami beleszámít a fél évi együnkben is nyilván, hogy mennyire aktívan veszünk részt. Illetve azért ez a fél éves tárgyainkban ez az egyik ilyen projekt feladat, hogy erre tervezzünk. Tehát ennek volt egy ilyen előzetes alapja. Tehát hogy ennek ez nem csak úgy lett, hanem abszolút egy ilyen kutatás, vagy ilyen kulinális ilyen tervezés mindenképpen volt. Tehát volt egy adott mennyiségű tégla és egy adott mennyiségű fa, és akkor ezt felhasználva kellett ezt megtervezni pontosan. Minden fejben dől el. Tehát egy maratoni futás fejben dől el, egy kinizsi 100-as gyalogtúra fejben dől el, és egy ilyen projektnek a megvalósítása, amikor arról beszélünk, hogy 32 tonnát át fogunk rakni, plusz 2 tonna fát át fogunk rakni, mindezt 30 fokban, ez előre fejben eldől. És ezt felismerték, és ezt így át tudtuk adni nekik, akkor innentől, ha ezt igazán jól beépült, akkor nagyon jó lehetőségeik vannak arra, hogy ezt rengeteg nagyon jó helyzetben kamatoztassák.